Idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját a Bartos Sándor óvoda, általános iskola is egymi. A jubileumi alkalomból mutatták be az elmúlt pénteken Pócsik József, az intézmény örökös igazgatójának új könyvét, a Bartos 60, az alapítástól a jövőképig, avagy a Bartos iskola 6 évtizede címmel. A könyv bemutató az iskola jubileumi rendezvénysorozatának nyitó eseménye is volt egyben. A Bartos iskola történetének 6 évtizedét dolgozza fel többek között irattári, levéltári anyagok és különböző visszaemlékezések segítségével a Bartos 60 az alapítástól a jövőképig, avagy a Bartos iskola 6 évtizede címet viselő könyv. 60 év egy intézmény életében komoly időszakot képvisel, kifejezetten, ha ez egy oktató, nevelő munkát végző tevékenységet érint. Erről beszélt a jubileumi évforduló alkalmából rendezett könyvbemutatón Antalka Zsoltné. A Bartos iskola igazgatója kiemelte, igen sok változást, küzdelmet, fejlődést tartalmaz ez az időszak. Sokszor változó oktatáspolitika, tárgy és személyi körülmények, megújuló jogi környezet, mind-mind hatással volt a múltbéli és jelenkori közösség minden alkotójára, fogalmazott az ünnepségen az intézmény vezető. Az eseményre Várpalotáról és a Vármegyéből is eljöttek. Jelen volt szinte mindenki, akinek valamilyen formában kapcsolata volt a Bartos iskolával az elmúlt 6 évtizedben. Campanári Talabér Márta polgármester köszöntőjében elismeréssel szólt a Bartos iskola volt és jelenlegi vezetőinek önzetlen munkájáról, melynek köszönhetően az intézmény vármegyei szinten is kimagaslóan elismerté vált. Az iskola 60 évét összefoglaló kötettel kapcsolatban a városvezető elmondta, ami leginkább megfogta a könyvben, a Sztárja Mékinen finn gyermek és család lelkipásztor levele, melynek írójával volt alkalma személyesen is találkozni. Mint fogalmazott, ő fejezte ki legjobban mindazt, amit nagyon sokan éreznek a Bartos iskolával kapcsolatban. Ez pedig két szóból áll, mely nem más, mint a mély elfogadás. Ha erre az intézményre gondolunk, akkor a végtelen szeretet és a mély elfogadás az, ami eszünkbe juthat. Nem olyan régen valaki azt mondta nekem, és nem akarom megbántani a többi oktatási intézményt, de azt mondta, hogy szerinte Bartos iskola az, ahol a legjobban szeretik a gyerekeket. Azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat elmond arról a légkörről, ami ebben az iskolában uralkodott és uralkodik mind a mai napig. Kerestem egy idézetet, ami úgy gondolom, hogy ide illik és a könyvhöz illik, hiszen mégiscsak 60 évet ölel fel mindaz, amit olvashatunk, láthatunk benne. És Abraham Johannes Muszt lelkésznek a gondolatát választottam: a boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Azt hiszem, hogy ennél szebben nem lehet kifejezni az elmúlt 60 esztendőt, ami a Bartos Sándor általános iskolát jellemezte. A Bartos iskolát 1963-ban alapították a Városi Művelődési Osztály és a Városi Tanács kezdeményezésére. Az intézmény első igazgatója Bartos Sándor volt, aki korábban az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek tagozatát vezette Várpalotán. A névadó munkásságáról, illetve az intézmény történetéről szóló könyvet Pócsik József, a Bartos iskola örökös igazgatója szerkesztette. Bartos Sándornak az öröksége kötelez minket arra, hogy ezt megünnepeljük. Egy ünnepség sorozat indul, és ebbe én úgy gondolom, hogy jó beleillik ez a könyv, amely egy visszatekintés az elmúlt 6 évtizedre, illetve Bartos Sándorra is visszatekintünk, mert az egyik fejezete vagy része a könyvnek Bartos Sándor önéletrajza, illetve azok az ismerősök, barátok, tanítványok, akiket én már régóta magam is ismerek és számon tartok, ők emlékeztek vissza Sanyi bácsira. Tehát ez egy emlékkönyv. Emlékezzünk az elmúlt 6 évtizedre, iskolánk történetére, és emlékezzünk az alapítóra, aki megérdemli a tiszteletet, mert egy kiváló pedagógus volt, és egy nagyszerű ember.
A könyvben több írás olvasható a 6 évtizedes múltról. Bartos Sándor életútja mellett az intézmény egykori és jelenlegi kollégái, vezetői is visszaemlékeznek az iskola életének különböző állomásaira, történetére. A könyvről Budai László, a Kródi Gyula Városi Könyvtár igazgatója beszélgetett a kötet megálmodójával, a kiadvány létrejöttének körülményeiről, az iskola múltjáról és a névadó Bartos Sándor egykori igazgató örökségéről az eseményen, ahol egy Bartos Sándorral 1994-ben készült televíziós interjút is megtekinthettek a jelenlévők, valamint Körmici Judit és Kis János tolmácsolásában részleteket is meghallgathattak a könyvből.